Hajdon Ánás történetében szinte egyedülálló eseményre került sor 2020. szeptember 18-án a Városháza sokat látott dísztermében. Egy olyan megállapodás ünnepélyes aláírására került sor a Debreceni Egyetem és Hajdon Ánás városa között, amely, ha jól sáfárkodunk a kapott lehetőségekkel, elképzelhetetlen fejlődési távlatokat nyithat számunkra. Nem kevesebbről van szó, mint arról, hogy az ország legnagyobb egyeteme kihelyezett akkreditált képzéseket indít Hajdon Ánáson, több szakterületen is. Amikor 5 éve aláírtuk ezt az együttműködési megállapodást, amiért még egyszer nagy tisztelettel, köszönettel tartozom minden itt ülőnek, akkor nyilván nehéz volt megmondani, hogy milyen tartalommal tudjuk ezt megtölteni, de én nagyon boldog vagyok és nagyon köszönöm, hogy valóban ez nem egy formális együttműködés a Debreceni Egyetem és Hajdon Ánás önkormányzata között. Ugye hivatkozhatunk arra, hogy több száz éves kapcsolatrendszere van a két közösségnek, ez így is van, de mégis azt gondolom, hogy most ezt megtölteni tartalommal azért nem egyszerű. Ez még 1-2 éve álomkategória volt a város részéről, és most itt van valóság. Sok munka van benne, és hogyha 5 évvel ezelőtt megkérdezték volna, hogy 5 év múlva elégedett leszek-e azzal, hogy ez egy ilyen megállapodás keretei között megvalósul, akkor is azt mondtam volna, hogy igen. Én azt gondolom, hogy ez a lehetőség, amit most kapunk az egyetemtől, az egy nagyon komoly adalék lehet és segítség lehet ahhoz, hogy valóban a következő időszak az a helyi gazdaság fejlesztéséről tudjon szólni. Hiszen, hogyha megnézzük akár a turisztikát, akár az agrárképzés tekintetében, ugye akár a fürdőfejlesztés, vagy a MotoGP pálya ide jövetelével, ez azért ki fog teljesedni, és ehhez jó szakemberekre lesz szükség. Más tekintetben ma mindenki a mezőgazdaságnak a digitalizációjáról, a precíziós gazdálkodásnak a terjedéséről beszél, és én azt gondolom, ehhez nagyon komoly segítséget tud nyújtani, hogy nem is alapképzés szerűen, de ezeket a rövid ciklusú képzésekben megfelelő szakemberek rendelkezésre álljanak a helyi gazdálkodók számára. Szilvási Zoltán rektor úr köszöntőjében szólt arról is, miért éppen Hajdon Ánás lesz ezeknek a képzéseknek a színhelye. A Debreceni Egyetemnek persze, mint alapvetően oktató intézménynek nem csak az oktatás, vagy az oktatáson keresztül nem csak képzés a dolga, hanem hogy tudjon tanítani, fejleszteni olyan technológiákat, amik a gazdaság versenyképessége szempontjából kiemeltek, kulcsfontosságúak. A mezőgazdasági technológiák, a terméshozamok, a minőségi alapanyagok és az élelmiszeriparnak a revitalizálása ebben a régióban az a Debreceni Egyetem egy alapvető kötelessége, és ebben az egyik kulcspartnere éppen Hajdon Ánás. Nem csak arról van szó, hogy az egyetem valahogy terjeszkedik, vagy penetrál a környező vidékre, vagy ellátja azt a feladatát, hogy a régióban a tudás, az oktatás, az innováció hajtóereje legyen, hanem itt specifikus dolgok történtek, ami egyszerűen reformáció számára nem idegen a prédestináció című kifejezés. A lényeg az, hogy előre szinte meghatározta azt, hogy mit fogunk mi csinálni. Az egyik ilyen a Debreceni Egyetemnek és a Tungsramnak a együttmunkálkodása, aminek egy nagyon lényeges új eredménye az, hogy zártéri precíziós kertészeti termék előállítás kapcsán néhány unikális technológiát dolgoztunk ki, és a Tungsram jelenléte miatt végül is az a döntés született, hogy ennek a helyszíne Hajdon Ánás legyen. Mivel speciális technológiáról van szó, tehát az év 12 hónapjában, de különleges beltartalmi értékekkel rendelkező kertészeti termék előállítás folyik. Ennek megfelelően a specialitások oktatása is itt történik Hajdon Ánáson. Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja a képzésekről szólva az alábbiakat mondta. A mezőgazdaság, élelmiszertudomány és környezetgazdálkodási karunk vezetésével történt egyeztetés alapján elsőként ők fognak különböző programokkal megjelenni, és hát van itt olyan terv is, ami a volt izzó telepet érinti, és annak a zárt technológiájú mezőgazdasági felhasználását irányozza elő a tulajdonos GE Tungsram
konglomerátummal, amihez, ha minden igaz, akkor egy képzőközpontot is megvalósítunk itt Hajdúnálláson, bemutatva azt az új technológiát, ami 365 napon keresztül tesz lehetővé növénytermesztési, kertészeti kultúráknak a magyarországi termesztését. És hát egy másik nagy program, ami itt a közelben épülhet fel, ugye egy technikai sporthoz kapcsolódó MotoGP pálya, ami nem csak egy évi egy MotoGP versenynek adhat majd otthont, hogyha sikerül megvalósítani, hanem a tervek szerint évi 200 napon valamilyen esemény, tesztelés, tudományos munka fog ott folyni, és nyilván ebből a Debrecen Egyetem műszaki kara sem szeretne nemhogy kimaradni, hanem élen szeretne járni, úgyhogy ő is tervez ehhez kapcsolódó helyi aktivitásokat, és itt szeretne majd egy állandó labort is a felépülő infrastruktúrában maga által működtetni, és hát ezek pedig hozzák főleg a MotoGP, a turizmus vendéglátáshoz kötődő szükségleteket, hogy ez a harmadik, és van egy negyedik is, ami ezeknek az informatikai kiszolgálására vonatkozik. Ma már se a mezőgazdaság, se az ipar, se a turizmus vendéglátás, se egy MotoGP nem működhet magas hozzáadott értékű informatikai háttér nélkül. A zárt technológiájú növénytermesztés, amely mint elhangzott, a tervek szerint a Tungsram telephelyén valósul meg, tipikus példája lehet a manapság oly gyakran hivatkozott magas hozzáadott értékek megvalósulásának. Az említett zártéri precíziós kertészeti termék előállításnak az egyik példája a paradicsom. A paradicsom tartalmaz a paradicsom természetrajzának megfelelő kulcsfontosságú molekulákat. Ilyen a piros színanyag, a likopin, aminek a térszerkezete kétféle lehet. Cis és transzlikopin. A cis-likopin az egy prostata hipertrófia ellen használt gyógyszer, a transzlikopin meg hatástalan. Na most egy ilyen zárt téri precíziós termelés kapcsán éppen a Tungsram lámpáival tudunk olyan fényviszonyokat teremteni, hogy az összes likopin cis-likopin legyen. Ebből következik, hogy olyan paradicsomot állítunk elő itt, amit máshol sehol. És mivel bioaktív gyógyszerként használt hatóanyag van benne, itt azt a speciális dolgot tudja megmondani, hogy jó, akkor egy benignus prostata hipertrófiában hány paradicsomot kell megenni ahhoz, hogy annak gyógyító hatása legyen, és innentől kezdve a termék, amit itt előállítanak, azt úgy hívják, hogy medical food. Ilyet máshol nem állítanak elő, Közép-Kelet-Európában sehol. Tehát én azt gondolom, hogy ezen a példán keresztül végig lehet menni, hogy ennek a megállapodásnak nem valami üres, fogjuk meg egymás kezét, aztán nevessünk bele a világ arcába, hanem ez a város fejlődésének, az itteni szakmai műveltségek kialakulásának egy rendkívül fontos alapja. Ugye ez egy nagyon komoly szabadalom, ami itt meg tud majd valósulni, egy ilyen zárt téri, akár 365 napban működtethető termelési egység. Ez mindenféle tekintetben egy nagyon komoly innováció, és mint ahogy elmondta a rektor úr is, ők szeretnének itt egy kihelyezett képzést erre építeni, ami egyébként rendkívül komoly lehetőséget biztosít a hajdúnálásiak számára is. Csiszár Imre alpolgármester úr Hajdúnálás iskolaváros szerepének erősödéséről szólt. Az elmúlt napokban többször tettem azt a kijelentést, hogy történelmi időszakot, történelmi napokat élünk. Ezt nagyon komolyan is gondolom. A város előtt annyi lehetőség, és a lehetőséget szeretném aláhúzni, áll, ami talán még soha eddig a város történetében. Talán az alapításhoz lehet mérni azt a lehetőség áradatot, amivel most szembenézünk, amit meglovagolhatunk. Ennek úgy gondolom, hogy egy kulcs momentum ez a mai nap, amikor is ezek a kihelyezett képzések megalapításra kerülnek, megszületik a döntés róla, hogy Hajdúnálláson felsőfokú képzés lesz,
mely tovább tudja erősíteni azt az iskolaváros szerepünket, amely gyakorlatilag több mint harmadik évszázada betölt a városunk. Annak idején az alapító atyák, ahogyan Debrecenben is, itt is nagy hangsúlyt fektettek az oktatásra, a középszintű oktatásra, ugye a gimnáziumunk végigkísérte a város történetét, nehéz időkben is helytállt, és itt a 21. század első felében elérkezett annak a lehetősége, hogy nem csak középszinten, hanem felsőfokú tanulmányokat is lehet végezni városunkban. Ezzel a lehetőséggel Hajdúnánás a második város Hajdúböszörmény mellett a régióban, ahol felsőfokú képzés valósulhat meg, emelte ki beszédében Tiba István országgyűlési képviselőnk. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ebben a választókerületben most már két olyan település lesz, ugye Hajdúböszörmény, ahol már régóta van, illetve Hajdúnánás, ahol felsőfokú oktatás lesz. Annál is inkább, mert egy-egy ilyen kisebb városban döntő, bár minden városban döntő az, hogyha egyetemi szintű felső oktatás létezik. Ez vonzerőt jelent az itt élők számára, vonzerőt jelent a máshonnan idejövők számára, és ez tökéletesen illik abba a képbe, amit polgármester úr és a képviselőtestület az előző időkben elhatározott, hogy egy olyan települést varázsoljanak, olyan települést hozzanak létre nagyon sok munkával Hajdúnánásból, ahol érdemes élni, és ahonnan nem elmenni akarnak a fiatalok, hanem ide akarnak jönni. A képzések, mint polgármester úr mondta, akár rövidesen indulhatnak is. Csak az igény fog ennek valami keretet adni. Hogyha most ezt megnézzük és felmérjük, hogy melyik ágazatban milyen tudásra van szükség, akkor tulajdonképpen, amikor ezek az igények megjelennek, és valóban lesznek jelentkezők ezekre a képzésekre, akár azonnal is indulhatnak ezek. És hogy hol? Ugye a hol kérdésre az én fejemben, amikor ezt végig szerbe számba vettük, a volt járásbíróság épület az teljesen adja magát, ez a volt, később úgy ismertük, hogy kollégium, ez itt a főtéren van, de azt gondolom mind méretében, mind minden tekintetben teljesen alkalmas kampuszépület lehetne belőle, nyilván ez képviselőtestületi döntés kell majd. A történelmi jelentőségű megállapodást a Debreceni Egyetem részéről Szilvási Zoltán rektor, Bács Zoltán kancellár, illetve a Hajdúnánás részéről Szólá Tibor polgármester írták alá.